Üdvözlök mindenkit! Itt a második része a textúrás videónak. Fogjunk is bele! Nos, tehát, ugye ott tartottam, hogy különböző fotókból is lehet ilyen textúrákat előhozni, de saját magunk is készíthetünk. Ha van olyan textúrált ecsetünk, amiket most itt mutogatok nektek, akkor azokból nagyon szép textúrákat lehet készíteni. Most kiválasztok egyet az előbb már említett trúgrites textúrákból. Itt csak mutogatom, hogy ö, ugye egyébként a alapból a Procreate-ben is vannak olyan textúraecsetek, amik alkalmasak erre, hogy létrehozzuk a saját magunk ö, által megkreált papír de vannak erre a célra készített ö, ilyen textúrák is természetesen. És hát én most egy ilyet fogok használni, ami mindenki számára elérhető. Ugye ez egy ilyen kréta. És akkor megpróbáljuk valamennyire egyenletesen elhelyezni a textúrát. Bár lehet bátrabban is, aki ilyen kísérletező, vagy szeretne még zajosabb. Képet akkor természetesen azt is megteheti. Most ezt duplikáljuk. Az egyiket azt multiplier ra állítjuk, az alsó textu, az alsó lényert, a fölötte lévőt pedig invertáljuk, illetve screen módra állítjuk be. Ezzel később majd mutatom, lehet kísérletezni. Most létrehoztam egy ilyen grupot ami alá be lehet tenni majd a különböző léjereket. Itt van az első, megvan a színünk is, kiválasztunk egy nekünk, számunkra tetsző ecsetet, most legyen ez, és akkor ezzel elkezdünk dolgozni. Itt jobban látszik most ennek a textúrája, meg is mutatom. Ilyen kézműves, papírszerű, Ilyen design kap, design papír textúrát kaptunk ezzel, és hogyha elkezdünk rá dolgozni, akkor ugyanúgy az ecset is átveszi ennek a textúráltságát. Nem csak egy ilyen plak dolgot kapunk, hanem hanem tényleg egy ilyen izgalmas felületet ö, hozhatunk létre. Bármilyen színnel természetesen. Most itt lehet próbálkozni, mondjuk sárgával, vagy ilyen okkerrel, Azt is érdemes egyébként megfigyelnetek, hogy különböző színekkel próbálkozni, vagy például ugye az opacitással is, hogy ugye a világosabb színek másként fognak működni, sötétebb színek másként fognak működni, bizonyos árnyalatok másként fognak működni ebben a textúráltságban mindenképpen érdemes kipróbálni mindenféle variációt. Ugye itt még a két fő léjért is lehet variálni, kibe lehet kapcsolgatni, ha valaki szeretné. Ugye kikapcsoljuk a felső léjért, akkor egy ilyen sötétebb, erőteljesebb textúrát kapunk. Ugye, ugye lehet, ugye azzal is lehet kísérletezni, hogy, hogy kitapasztaljuk, hogy melyik léjjelrel, milyen felületi lehetőségeink vannak, és, és akkor gyakorlatilag a lehetőségek tárháza szinte végtelenné válik, azáltal, hogy egy csomó állítási lehetőségünk van. Még esetleg mondjuk ilyen gyári papíroknál, mint például a Procreate is csinált, a gyári papírok esetében azért korlátozottabbak a lehetőségeink bár azért ott is van lehetőségünk beállítá, egyéni beállításokra. Ugye itt pont ez a lényeg, hogy a saját szájézünk szerint próbáljuk meg kialakítani a különböző felületeket, vagy a, vagy a különböző anyagokat, amiket használunk. Itt most ugye a módokat állítgatom. Sok változás egyébként nincsen, van, még egy picit laposabb módot ad, van, amelyik erőteljesebbé válik. Én javaslom, hogy mindenki bátran kísérletezzen. És hát ezzel búcsúzom, nem sokára jelentkezem a következő adaggal, ami az utolsó lesz.